A most következő kis portré elé egy személyes történet. Ugye a televíziós pályafutásomat én is a Szabadságtéri épületben kezdtem több évtizeddel ezelőtt. Fiatal pályakezdőként csoda egy hely volt, ugye szemtől szembe találkozhattam azokkal az emberekkel, akiket korábban én is csak a képernyőn keresztül ismerhettem. A tévé közösségi helyei, ilyen volt az aula, a büfé, ebből különben kettő is volt, az étterem ebből egy volt, olyan volt, mint egy tanulmány. A nagy tévések között volt állandóan morcos, volt mindig vidám, volt okoskodó, volt hangoskodó, volt lekezelő, volt nagyképű, szerény, kényszeres, vicceskedő, kiabáló, tehát mindenféle típusú ember volt, de egyetlen egy nagyon-nagyon kedves teremtés, és ez Endre Judit. Emlékszem, amikor először találkoztam vele, ez a smink folyosón volt, bemutatkozásom után a második mondatnál már Andriskának hívott, és ez a megszólítása meg is maradt azóta is. De szaranyul. Mosolygós voltam. Én imádom, nekem ez minden hírforrása. Ne azt a szolíd. 1-200 forintos. Nem titok, nem is tagadja, Endrei Judit idén lesz 70 éves. Az viszont titok, hogy honnan van annyi energiája, amennyi van. Egy napot töltöttem vele, és a végére én fáradtam el jobban. Judit ugyanis mindenhova elvitt, ami fontos neki. Ja, és mindenhol minden kérdésemre válaszolt. Az MTV volt székháza előtt például arra, hogy őket, a hajdani bemondónőket hogyan kezelték itt. Minket, bemondó lányokat inkább szép babáknak tekintettek, akiknek talán nincs is a fejükben semmi. De azt is elmondta, hogy mi az egyik legfontosabb titka a fittségének. Mennyit gyalogolsz egy nap? Törekszem arra, hogy az 5 kilométer meglegyen. Amikor pedig nem gyalogol, akkor dolgozik. Saját YouTube csatornáján ismert embereket faggat a korhatártalanságról. Sokszor megéled azt, hogy a boltban kérsz valamit, vagy valahol ügyet intézel, és felkapja a fejét az ügyintéző még mind a mai napig. Igen, ez tényleg így van. De azért a munka mellett barátnőzni is van ideje. Sűrűn találkozik például Bai Évával, akivel sosem voltak féltékenyek egymásra. Juditot első perctől kezdve imádom, különös tekintettel arra, hogy gyönyörű a haja. És el ne feledjük a nosztalgiázó Endrei Juditot sem, aki szívesen mutatja meg a régi fényképeit. Ez a tévézés után rögtön egy képes Európa címlap volt. Hát ez, szerintem ez nagyon én vagyok. Annyi mindent csinált és csinál Endrei Judit, hogy tényleg csak pár dolgot tudunk most átbeszélni. Kezdjük a túránkat az ország egyik legismertebb épülete előtt. Íme a hajdani tőzsdepalota, a későbbi MTV székház. Az épület, amelybe 1976 márciusában azért jött el Szegedről Judit, hogy bemondónő lehessen. És mivel elég visszafogott, sőt félős lány volt, maga is meglepődött azon, hogy mennyire nem izgul. Hihetetlen nyugodt voltam, mosolygós voltam, jókedvű voltam, mert Szegedről 4 lányt hoztak el, hogy közülünk választják ki majd, hogy ki lesz a szegedi körzeti stúdió bemondója, és mivel én esélytelennek éreztem magam, így az az érzés volt bennem, hogy de jó, életemben egyszer látom belülről, hogy milyen az a magyar televízió. Akkoriban ide bejutni tényleg hatalmas dolog volt, csak képzeljük el a helyzetet. Az MTV abszolút egyeduralkodó ezen a piacon, nincsenek kereskedelmi csatornák, nincs kábel TV, de még a műholdas állomások sem jönnek be. A határ mentén élők nézhetik a Cseh 2-t vagy a Román 1-et, esetleg a szovjet adást. A legszerencsésebbeknek még valami osztrák csatorna is bejön, amikor bejön, de az emberek 95%-a csak a magyar tévét látja. Innen megy a Ki mit tud, a Táncdalfesztivál, a Kék fény, de még a legismertebb magyar sorozatokat is az MTV forgatja, a Tenkes kapitányától a Bors Mátén át, egészen a Kántorig. Ami az MTV-n megy, azt nézik az emberek, nem ritkán 5-6 millióan. Szóval aki ide bekerült, pláne műsorvezetőnek, az országos sztár lett. Na, ezek közé a sztárok közé került 1976-ban Judit. Persze, előbb át kellett mennie Fischer Sándor felvételi vizsgáján. Tehát azt hiszem, a lényeget érti.
Fischer Sándor szeretett, de rettegett beszéd és retorika tanár volt az MTV-ben. Ha valakiről ő azt mondta, hogy nem jó bemondónak, akkor abból nem lett bemondó. Először Juditra is alaposan ráijesztett. Én lepődtem meg legjobban, amikor kiüzent Fischer tanár úr, akkor még nem tudtam, hogy ő ül ott a bizottságban. Kiüzent, hogy csúnyán is beszél, de ezzel a kislánnyal megpróbálkozik. Jó napot kívánok! Ma délutáni műsorunkban először a Muppet Show-ba hívjuk meg Önöket, utána a képújság következik. És 21 óra 15-kor tegnap esti koktéllal zártuk a napot. Bocsásson meg, János, talán ez a szombat este. Sok régi kollégára emlékszik szívesen. Elsőként Horváth Jánost említi, akivel a 80-as években a páros műsorvezetést elfogadottá tették a hazai tévézésben. A bemondótársaitól pedig mindtől tanult valamit. Julitól azt a hihetetlen felkészülést, profizmust. Kerti Zsuzsi volt közöttünk, aki mindig feszegette a határait, és akkor Zsuzsitól valahogy ezt lestem. Berke Zsuzsi a hihetetlen eleganciájával, kifinomultságával, Bai Évi a töretlen jókedve, a kirobbanó jókedve, Maritól, Esztertől, hogy ő belőlük mindig áradt a kiegyensúlyozott kedvesség. Judit egyik kedvenc városa egyben a lakhelye Szentendre. Elautózunk hát oda is. Kiválóan vezet és menet közben egyfolytában mesél. Mondtam magamnak, hogy nekem úgyse csinál senki meglepetés partit, úgyhogy én fogom magamat megünnepelni a 70. születésnapon, úgyhogy összehívom a barátokat, hozzám közelieket. Azt is elmondta, hogy eredetileg Kurdics Juditnak hívták, ám a magyar televízióban azt mondták neki, hogy ezzel a névvel kevés esélye lesz a bemondói pályán, változtassa meg. S mivel akkor már a dunaparti kisváros szerelmese volt, Szentendrei Judit akart lenni. Tanára Fischer Sándor azonban ezt hosszúnak találta, így maradt az Endrei. Mennyit gyalogolsz egy nap? Törekszem arra, hogy az 5 kilométer meglegyen. Az nincs teljesen 10 000 lépés, de nagyjából egy ilyen 9 000 lépés. Miért? Egyértelmű az egészségem miatt, ugye kitűnő stresszoldó, a szív- és érrendszerem, és egyáltalán mindenre jó. Úgy, és ráadásul ilyen díszletek között persze, meg kellemes persze, is ez a történet. Persze. Ha pedig elfárad, akkor beül valamelyik dunaparti kávéházba. Oda, ahol most korábbi kolléganőjével, Bai Évával találkozott. A két hölgyet nem zavarta a jelenlétem, azonnal, bocsánat a szóért, csajos csevegésbe fogtak. Átbeszélték az aktuális fogyókúrát és néhány friss pletykát. Ezután a kedvemért kisétáltak a Dunapartra, hogy meséljenek a sok éves közös munkájukról, no és az első találkozásukról. Én a kettes programon voltam, és bejött egy kislány, eddig érő hajjal, az ő urával akkor, igen. Azt hiszem, igen, és akkor bemutatkoztál, és akkor mondtad, hogy ki vagy. Bár ez lassan 50 éve volt, a két bemondónő azóta is ápolja a barátságot. Judit például sokszor csábul elév a főztjétől. Kedves nézőink, a továbbiakban először a Kimenő című angol tévéfilmet láthatják. És tényleg. Nektek, akiket 4-5 millió ember nézett, nem kellett volna milliómossá válnok? Jaj, ez aranyos. Nagyon sokat dolgoztunk, és ugye persze sok külső munka lehetőség adódott, de ugye a régi naptáraimba belelapozok, tud, ilyen 100-200 forintos kis gázsikat kaptunk. Nem, de nem tudom, évként te milliómos lettél. Én állati gazdag vagyok, mert boldog vagyok. Igen. Na, szóval az origázsi, ja, hát a fizetés eleinte, ja, szóval eleinte külsőztem. Igen. Akkor az első adásért 90 forintot kaptam. Majd fölemelték 120-ra is. Na. Endrei Juditnak egyelőre eszeágában sincs abba hagyni a munkát. A YouTube oldalán saját műsora van, amelyet a TV Szentendre stúdiójában vesznek fel. A címe is sokat mondó,
korhatártalanul. Általában ebben a székben ül, vendége pedig szemben vele. Most kivételesen helycsere van, én ülök a kérdező székébe, Judit pedig kicsit vendég lesz a saját díszletében. Te abban az időben voltál ott a Magyar Televízióban alkalmazásban, amikor még az akkori rendszer nagy emberei még rendszeresen megfordultak. Mi volt, ha mondjuk megérkezett a tévébe Kádár János? Amikor Kádár János jött, akkor mi sehol nem lehettünk. Tehát őt akkor szépen fölvitték a főlépcsőn, és fölvitték, azt hiszem a harmadik emeleten volt az elnöki szoba. A 90-es évek második felében azután, ahogy Judit mondja, elfogyott körülötte az MTV-ben a levegő. Kapta a fizetését, sőt az akkori elnök még a csatorna sztárjának is kinevezte, csak éppen munkát nem kapott. Ő, aki megszokta, hogy egyik műsorból a másikba esik, hogy folyton ott van a kamera előtt, egyszer csak azt vette észre, hogy sehova sem hívják. Kezdtem azt érezni egyre erősebben, hogy nem szeretnék méltatlan helyzetbe kerülni, de nem szeretnék egy szomorú, öregedő tévésként ülni valahol a sarokban és várni a csodát, hogy hát ha majd még valaki rám bíz valamilyen feladatot. Bement hát a főnökéhez és közölte, hogy felmond. Azt mondja, hogy egy percre nem bánta meg, hiszen ezután jöttek az új kihívások, a többi között ezután lett írónő is. És ettől az időtől győzködi az összes többi nőt, hogy nem kell félni az öregedéstől, sőt, meg kell találni minden életkorban a szépet. Lassan esteledik, fázni kezdünk. Behúzódunk hát Judit egyik kedvenc cukrászdájába, hogy megmutasson néhányat a legjobban sikerült fotói közül. Mit a gadás bőséges a választék? Először is rögtön meg kell jegyeznem, hogy ez egy magam kötötte pulóver. Ó! Mert én nagy bemondó koromban rengeteget kötöttem. Ó, micsoda frizura, na ez egy kicsit ilyen Beatles frizura. Hát figyelj, minden vágyam, először is itt, ez nagyjából az a korszak, mikor a derékig érő hajamat Fischer tanár úr azt mondta, hogy na ez nem képernyőre való, vágjuk le. Ez Lipai Ági nagyon sokszor fotózott engem, és egyszer rávett arra, hogy csináljunk ne azt a szolíd, szerény, visszafogott Juditkát, és akkor hozta a kesztyűt, van kalapos variációja is, de ezt soha nem engedtem tulajdonképpen, hogy megjelenjen. Ezt most mutatod meg először? Igen. Na, hát akkor köszönjük el. Bocsánat, mondhatom, hogy ez olyan dög, tehát olyan dögös. Igen, ami biztos valahol csak ott lehet bennem, ha az Ági kihozta ezt, de erre azt kell, ritkán mondom magamra, hogy jaj, ez tényleg olyan jó kép. Ebbe az Endre Juditba volt szerelmes a fél ország. Hát igen, itt már nem voltam hanvas 20-as, és nem vagyok annyi, mint ugye most. Ez egy nemzeti estnek a felvételén készült, és nagyon szerettem ezt az korszakomat. Hát itt tényleg egyik műsorból a másikba, nagyon szép feladatokkal, és ez egy jó pillanat. Látod, nem is tudom, ki csinálta. Judit májusban lesz 70 éves, azt mondja, hogy nagyon élvezi ezt a kort is, de azért sok mindenről másként gondolkodik, mint akár csak pár évvel ezelőtt is. Nem halni készülök, de akárhogy vesszük, mégiscsak van már egy beláthatóság, van egy nagyjából látható vég, bár a múltkor tanultam egy idős bácsitól, hogy nem azt kell mondani, hogy jaj, 70 vagyok, hanem 90-ig van még 20 éve. Emlékszem, gimis és főiskolás koromban milyen sokat ültem ezeken a lépcsőkön, és néztem azokat a híres embereket, akik kijöttek ezen az ajtón. Én nem mondom, hogy emiatt lettem tévés, de hogy a tévézés szerelmét ennek is köszönhetem, abban biztos vagyok. Rengeteg híres ember jött ki. Láttam itt Bodrogi Gyulát, Gálvölgyi Jánost, és igen, Endrei Juditot is. Knézi Jenővel jöttek ki azon az ajtón. Fogalmam sincs, hogy miről beszélgettek, oly régen volt már ez. De az biztos, hogy ez egy legendás épület volt, legendás televíziósokkal. A Heti Naplóban Eldézsi Zoltán riportját látták. Hát kérem szépen, ezért jó, hogy van Heti Napló ezen a földgolyón, ezekért a filmekért, pontosabban ezekért az őszinte felnevetésekért, ahogy Endre Judit és Bai Éva lereagálták Zoli kérdésére a milliómosságukról. Én is hangosan nevettem most is, pedig nem először láttam ezt a filmet.